Mi úgy láttuk, hogy a pandémia, ez a koronavírus járvány az idősek mellett a gyermekeket nevelő családokat viselte meg a legjobban. Talán a hallgatók sem vitatkoznak ezzel az állítással. Ezért úgy döntöttünk, hogy ha lesz ilyen nagyobb gazdasági teljesítményből fakadó állami bevétel, és úgy látjuk, hogy lesz, akkor ezt adjuk vissza azoknak, akik adót fizettek, és közben gyereket neveltek, hiszen ők viselték a legnagyobb terhet a járvány idején. A döntés megszületett, ez meg fog történni. Összességében 1.900.000 ember, aki gyermeket nevel, vissza fogja kapni a befizetett adóját. Tehát mindenki csak azt az adót kapja vissza, de azt visszakapja, amit befizetett.